Delet Kongat, Varsád egyetlen műemléki épülete az 1786-ban épült evangélikus templom. Már 26 éve elvállaltam, hogy gondnok vagyok ennél az evangélikus egyháznál, ami ugye csatolva vagyunk Gyönkhöz, mert ugye a tisztelendő úr onnan jár ki, és hát még mindig megpróbálom, hogy azért a híveket valahogy összehozni. Nagyon-nagyon kevesen vagyunk már, talán egy 40 fő, mondjam ezt, de viszont mikor átvettem, akkor még bizony 100-on, meg 120-on fölül voltunk. Sajnos elhaltak, kihaltak az idősek. Most, akik szeretik gyakorolni még a vallásukat, azokat még ugye megtaláljuk, eljönnek. Hát Isten tisztelet az már csak egy hónapban egyszer, vagy első vasárnap, vagy második, attól függ, hogy a tiszteletes úrnak hogy jön ki. Pedig volt idő, mikor ebben a templomban vasárnaponként két ige hirdetést is tartottak, egyet délelőtt magyar nyelven a fiataloknak, majd délután német nyelvűt az idősebb korosztálynak, meséli Erzsi néni. 1700-as években telepítették ugye vissza Hessenből a Varsádon élőket, hát nem csak itt, hanem gondolom máshova is, és ezek voltak ugye az előjáróink, és sajnos mikor a második világháború bekövetkezett, akkor 45-ben, 46-ban kitelepítették a családokat viszont újból, Darmstadt környékére rakták őket vissza. A második világháború előtt 1295-en lakták a falut, és most úgy tudom, hogy olyan 400 körül. A mai lakosok csupán 4-5% a német nemzetiségű, többségükben a második világháború után Székelyföldről és Felvidékről betelepítettek lakják. Varsád is azon falvak közé tartozik, melyek nem hiányosságaik felett keseregnek, hanem erősségeiket próbálják kiaknázni. Én és a testület is úgy gondolja, hogy a legnagyobb érték az ember egy településen, hisz emberek nélkül nem tud létezni egy település, és ezért odafigyelünk valamennyi korosztályra, a legkisebbtől a legidősebbig. Településünkön jelenleg nincs iskola, sajnos ez a 70-es években megszűnt a körzetesítés kapcsán. Óvodánk viszont van, amihez ragaszkodunk, és szerencsére működőképes is társulásban működtetjük a Diósberényi önkormányzattal, illetve több önkormányzattal közösen. Már bejáró gyermekeink is vannak, Miszláról, Udvariból, illetve Gyönkről. Az itt élők nagy hangsúlyt fektetnek a néphagyomány és értékek ápolására. Utunk most a tájházba vezet, amit egy falubeli hagyott örökül az önkormányzatra. Településünknek még egy fontos résztvevője vagy szereplője a Német Nemzetiségi Önkormányzat, akik 1994-ben alakultak. 2006-ban nyílt lehetőség egy megüresedett épület megvásárlására, ami még magán hordozza a svábság építészeti vonásait is. Maga az épület 1884-ben épült, vert falu, ingatlan, viszont nagyon jó állapotban volt, és a néni, aki meghalt, ugye az örököseitől berendezve kaphattuk meg az épületet, ahol még régi tárgyak, bútorok felelhetők voltak. És ha már a tájházban vagyunk, hölgyek egymás között, persze, hogy a ruhás szekrényt vesszük elsőként gorcső alá. Jellemző volt ez a fontos alsó szekrény. Mondom, ha ünnepkor 5-5 volt, úgyhogy 6-ot felvettek, de akkor erre még felvette nehéz sejem felső ruhát. Igaz, hogy ha bálba mentek, akkor vékony sejem ruhát vettek. Van még egy olyan, hogy a felső szoknya, ezt még tudok mondani, ez egy fekete, igaz? Hogy... Ez is már csipkéje le van véve róla, látom, meg, igen, jó, meg valamikor hosszú volt, akkor rövidebbre vették, úgyhogy... Négy és fél méter anyagot dolgoztak be egy ruhába. Így, ez 4,5 méter. Ez a tájház három népcsoport emlékeit őrzi, úgy a sváb, székely és felvidéki, ebből eredően a három népcsoportra jellemző hímzett függönyök találhatók az ablakon.
azon kívül minden amit még a padláson találtunk, most már egyre kevesebb. Úgy van most 6 pár eredeti varsádi tutyi, hogy abból egy mintát Németországból kaptam vissza, és egy különlegesség, hogy egy mintát meg Kanadából. Varsáda jellemző, hogy csak fekete tutyit hordtak annak idején a svábok. Hétköznapra egyszerű sima a feketét, és vasárnapra volt ünneplő a rózsás tutyi. És a különlegesség az egész, vagy Varsánra jellemző volt, a ciklámen színű virágot nem hagyták ki a tutyiból. Ez egy hétköznapos, mindennapi munkás, úgymond etetős vagy aratós ruha, vagy egy szegényebb családnál új kartonruha, az vasárnap délután fölvették, de akkor az már tényleg, hogy nagyon szegény család volt, hogy vasárnap délután lecserélte a felső ruháját egy kartonra, de az akkor már a szegényebbek közé tartozott. Nem is elmondtuk, az így, ami alatta. De ez még finom szövésű, hát, ahhoz, ami nekem otthon a ládában van. Ez volt az ingjük. És itt is, amit mondtam, hogy az alját megtolták, felső része elszakadt, akkor ami használható volt, levették, azt az új ing aljára rátották. Mert ez nem azért tódott, mert nem volt úgy anyag, hanem így sporoltak, hogy amit lehetett a régi ingből hasznosítani, azt fölvarták az aljára, mert hát csak nem fogok eldobni egy ekkora anyagot. Tevel, zomba, barna kapcsás volt. A harciak nem is zomba, zöld kapcsás, tevel is harc volt, barna kapcsás. A magyar embernek fehér kapcája volt, de a Varsádinak és a környékben lévő sváb településeknek csak fekete kapcát viseltek a férfiak. Érdekes, de ebből lehetett tudni, történetesen egy vásárban láttak egy zöld kapcás férfit, akkor tudták, hogy a zombai. Mert zombaiak zöld kapcások voltak, úgyhogy igen, nagyon észre lehetett ilyen dolgokat venni. Vagy a másik érdekesség, a sváb szoknyákon nagyon széles csipke van, legalábbis a varsádi szoknyákon. A reformátusoké már keskenyebb csipke, katolikusoknak meg éppen hogy csak van csipke a szoknya alján. Ez egy szokás, és egy bevetés településekkel jellemző, hogy melyik színek domináltak. Felső Nána például kegyetlen tarka volt azok. A permetkék rózsás ruhára biztos, hogy rózsaszín csipkét vartak, mert szerették a tarkát. Ott a férfi ingekre jellemző volt, még az ünneplő inge is, hogy ahány gomb volt a férfi ingen, az annyi féle színű, és a kék gomb piros cérnába fölvarva, a piros gomb kék cérnába, mert ők annyira szerették a tarka színeket, az erős színeket. Ami Varsárda annyira nem volt jellemző, itt inkább az, hogy nagyon megszólták azt, aki ugyanolyan ruhát varatott, mint amilyen volt már a faluba. Hát az egy bűn volt, hogyha valaki ugyanolyan anyagot vett, mint ami esetleg, hogy a barát, ugyanolyan ruhám legyen, mint a barátnőmnek, azt megszólták. Fiatal asszony, körülbelül mérete alapján, de hát ennyivel kisebb termetűek voltak. Vékonyabbak, filigránabbak, mint mi vagyunk. Ez egy ünnepi viselet? Igen. Ez már az. És ez hagyományosan varsádi viseletnek lehet mondani? Mint olyan nem volt olyan értelemben varsádi viselet. Nehéz sejem ruháik voltak, bársony ruháik voltak, ilyen könnyebb sejmet, azt, amit bálokba vettek föl. Bátorszékre jártak le a zsidóhoz anyagot venni. Amit ott kaptak, abból varadtak. Csak egyre vigyáztak, hogy két egyforma ruha ne legyen a faluba. Nagyon gazdag a mezőgazdaságban használatos tárgygyűjteményünk, amit annak idején őseink használtak a földművelésben. Itt a tájházban is rendezünk programokat a gyerekeknek, illetve a német önkormányzat próbálja átadni a fiataloknak is az őseinknek a kultúráját, hagyományait, népszokásait.
településünkön civil szervezet is működik, a Varsádért Ifjúsági Klub, aki gyakorlatilag a kulturális rendezvényeinknek a mozgatórugója. Tánccsoportot működtetnek, gyermek- és ifjúsági tánccsoportot, összefogják a Varsádon élő fiatalokat, ami megint egy nagyon jó dolog, én úgy gondolom, egy ilyen kis település életében, hisz közel 400 lakosunkból az egyharmad részt mondhatjuk a fiataloknak, tehát a 18 és 0 év közöttieket, és szinte minden kisgyermeket, illetve fiatalt meg tudunk mozgatni ezzel. Sajnos mindent nincs módunkban megmutatni önöknek Varsádról, de talán nem is olyan nagy baj ez, hiszen filmünkkel inkább kedvet szerettünk volna készíteni, hogy személyesen látogassák meg megyénk ékszeres ládikóit, mint amilyen Varsád is.